Kaptunk egy dobozocskát. A Minszki hadikórházból küldte anyámnak és nekem egy katonaorvos. Apákozdi Mészekhegyen az ismeretlen katona sírjánál emlékeztek csütörtök délben a Doni hősökre. 1943. január 12-én a reggeli órákban indult meg a Vörös Hadsereg támadása, melyet Urivi áttörés néven jegyeztek be a magyar hadtörténet fekete könyvébe. A szovjetek megsemmisítő vereséget mértek a második magyar hadseregre, amely jelentős része elpusztult. Néhány nap alatt több mint 100 000 magyar katona halt meg, vagy sebesült meg, tűnt el örökre, vagy esett hadifogságba. A magyar társadalom kollektív emlékezetében mély nyomokat hagytak a veszteségek, ezért emlékezzünk meg minden évben a Doni hősök helytállásáról és hazájukért, nemzetükért tett áldozatvállalásáról. Január 12-én indult meg a szovjet vörös hadsereg támadása 1943-ban a védelemben lévő Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg ellen. Ez volt az első kísérlet, idézőjelben, az első támadás, és január 14-én a második. Tehát ezért emlékezünk mindig január 12-én, hiszen akkor kezdődött el az a harc, ami mintegy 2-3 héten keresztül tartott, és ugye nagyon komoly veszteséget jelentett a Magyar Királyi II. Honvéd hadseregnek, de ugyanakkor ez a hadsereg ott egy nagyon komoly teljesítményt nyújtott, és én azt gondolom, hogy azok, akik ott egykor estek, hadifogságba kerültek, eltűntek, az emlékük meg kell, hogy maradjon. Az idei 80. évfordulón a Nemzeti Örökség Intézete egy úgynevezett okos parcellakövet állította nemzeti hőseink emlékére az orosz Roszkino falu mellől hazaszállított ismeretlen katona sírjánál. Az ország 700 különböző helyszínén 6000 védett sírt tart számon az intézet. Ezek egy részét úgynevezett okos parcellakövekkel látják el. A parcellakövek lényege az az, hogy a tetején lévő QR kód beolvasásával bármelyik járó érdeklődő eljuthat egy olyan internetes felületre, ahol minden létező információt megtalál arról, hogy miért is van ez a hely egy ilyen parcellakővel ellátva, kiknek a személye kapcsolódik hozzá, milyen történelmi eseményhez vagy más helyszínekhez kötődik még. És az igazi hosszú távú célunk az, hogy valahogy a nemzeti emlékezet részévé váljanak mindezek a helyszínek, kötődjenek elsősorban a jövő generációhoz, családok, nagyszülők, szülők hozzák el ide a gyerekeiket. A Donkanyarban végsőgig helytálló honvédok hősök voltak, az elesettek hősi halottak, fegyverviselő és fegyverhasználóként nem áldozatok, hanem áldozatot hozó magyar katonák. A 80. évfordulón a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is beszédet mondott, melynek még én a Doni emlékkápolna felújítására is kitért Varga Tamás. A Donkanyar emlékkápolna építését 30 évvel ezelőtt Bobori Zoltán kezdeményezte. Az elmúlt években azonban a kápolna és környékének állapota erősen leromlott, nemrég pedig a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe került a terület. Így, ahogy Varga Tamás fogalmazott, már nem csak szellemi, hanem anyagi felelősséget is tudnak vállalni a kápolnáért. Egy korábbi pályázatnak megfelelően Spányi Antal megyes püspök atya segítségével a Betlen Gábor alapon keresztül sikerült forrás szerezni arra, hogy a kápolna környezete megújuljon, és a következő lépés dolgunk az, hogy a kápolnát magát rendbe hozzuk. Ez most már így ebben a formában jogilag tisztázott és rendezett helyzetben egyszerűbb lesz, így az a dolgunk, hogy megtaláljuk a forrást erre. Varga Tamás hozzátette, ennek a felújításra szánt összegnek az előteremtése az idei évben nem lesz egyszerű, de a minisztérium minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy találjon erre forrást még az idei évben.